arányforma kompozícióban. Idén is megszervezték a hagyományos megyei tanulmányi rajzversenyt két fehérvári, valamint egy dunai városi oktatási intézmény részvételével. A rendezvénynek az Arany János általános iskola adott otthont. Hosszú hagyománya van már ennek a versenynek. Három iskola, szerintem már jó 20 évvel ezelőtt elhatározta, hogy megrendezi 8-osoknak felvételi előtt, művészeti felvételi előtt ezt a versenyt, hogy megmérethessék magukat, hogy ki az, aki tényleg a legjobbak közé tartozik. Székesfehérvárról a Munkácsi és a Tolnai utcai általános iskola, mi pedig Dunaújvárosból vagyunk a rendezők. Egyik évben egyik, másik évben másik, és a zsűri mindig a Székesfehérvári Tóparti Művészeti Szakközépiskola zsűrije, tehát az ő szakembereik azok, akik megmondják, hogy tényleg ebben az évben kik azok, akik a legkiemelkedőbbek. A diákok két órán keresztül dolgozhattak. Az előre beállított képet grafitceruzával kellett kidolgozni, a versenyen résztvevő diákok leginkább hobbinak tekintik a rajzolást. Tájképet, azt szeretek rajzolni. Beállítást, azt órán sokat rajzolunk. Jó hobbi, meg hogyha nincs az embernek semmi dolga, akkor le tud ülni és elfoglalja magát. A megmérettetés különlegessége, hogy a zsűri nem helyezéseket oszt, hanem kiemeltnek minősíti az arra érdemes munkákat, a készítőket pedig könyvutalványokkal, illetve rajzeszközökkel díjazza. Tanulmányrajzverseny mégis azt jelenti, hogy van egy beállítás, ami hát forgástestekből, szögletestesből, drapériából, esetleg gyümölcsből áll, és két órájuk van arra, hogy ezt a feladatot megrajzolják, grafitceruzával dolgoznak, és hát ezt kell tónusosan megoldani, ezt a feladatot. A verseny népszerű volt a diákok körében, három iskola mintegy 40 tanulója vett részt a megmérettetésen.